Hello, sziasztok, köszöntök mindenkit itt a Minecraft Survival sorozatunk 19. részében, amiben innen a felhő karcolóból köszönök be, ugyanis ugye az előző részben befejeztük, de utána még egy kicsit alakítgattam rajta, sokkal tágasabb lett és világosabb, és megcsináltam ide Józsefnek hát egy ilyen kis emlékműszerűséget, nem nagy cucc, de mondjuk az, hogy a felőkarc az ő tisztelete érő, mondjuk amikor még nem tudtuk, hogy meg fog halni, de kiraktam egy táblát neki, és lemegyünk egy kicsit a bányába, hogy átbeszéljünk pár dolgot, és hát majd azt még mondom, hogy mi lesz ebben a részben, de egyelőre irány a bánya, az itt van. Ugye, tudjátok, mit jelent a 19. rész? A 19. rész azt jelenti, hogy ugye a 20. rész az live lesz. Pénteken fogjuk megtartani, délután környékén, de erről majd még rakok ki fontosabb információkat. Talán akár egy külön videót, vagy akár instár valamit. Jaj. Tehát a live pénteken lesz megtartva, legyetek ott minél többen, és hát igen, ennyit szerettem volna így elmondani a videó elején. Én meg annyit, hogy mindenkinek boldog tavaszi szünetet azért még. Most is elmondom, így végre vége van a sulinak, már amennyire lehet úgy vége, hogy itt orról tanulunk, de... Ugye a terveim a 20. részre rájöttem, hogy mégsem az lesz, hogy legyőzzük. Opa! Itt egy kis dia, hogy a 20. részre valószínűleg nem győzzük le az Ender Dragont, ugyanis még nagyon kevés előkészületünk van, tehát alig jó a cuccaink, az már talán meg is lennének, de hogy Ender Pearl-ből is alig van, tehát még nem fogjuk legyőzni, viszont a live-ban annál többet szeretnék haladni a víz alatti templommal. Erről egyébként nem rég beszéltünk már ugye a víz alatti templomról utoljára, amikor megtaláltuk. Azért van 10 diánk. Utána, amikor megtaláltuk, és már nagyon régóta emlegetem, hogy át szeretnék oda költözni, meg majd kiüríteni, és oda csinálni egy hát menő kis bázis. Úgyhogy a live-ban valószínűleg azt is fogjuk csinálni. És most itt ebben a részben ellátogathatok talán egy kicsit a sivatagba, hogy megnézzem, és megindi. Köszönöm szépen. Ellátogatok a sivatagba egy kicsit, hogy ugye hát rengeteg homok fog kelleni hozzá, de hogy előtte egyrészt még ki kéne üríteni, ugye? Nem mondtam, déjà vu van. Ugyanilyen helyen voltak a gyémántok. Na mindegy, tehát hogy valószínűleg a live-ban elkezdjük majd a kiürítését. Nem azt mondom, hogy teljesen már kész leszünk, de azért sokat fogunk haladni. Abban a live-on is, de abban reménykedem. Tehát ugye még egyszer pénteken lesz megtartva, a délután, legyetek ott minél többen, és ja. Na hát én így szerintem 22 diával elindulok lassan fölfelé, csak ezt a vasakat még kicsit kiszedem. Tök jó, hogy itt kétszer is bedobott egymás után egy pár diát, ez így jó lesz egy kis időre, úgyhogy gyorsan vissza is jöttünk a labirintus rendszerben. Na, menjünk fölfele. Fölfele vissza a felszínre. Hopp, na meg is jöttünk. Szevasz, Nokedli. Te még azóta itt vagy kint. És eltűntek az FPS-eim, mert ez a csirke XP far. Mindig nagyon zabálja őket, de ezt már elmondtam egy jó párszor, és hát itt most kénytelen leszek egy kicsit szortírozgatni, mert már megint, jaj, az FPS-eim, megint eltűnnek a dolgok. Úgyhogy így... Négy összeset leblokkosítom, hát amennyit tudok rá. Gyorsan a vasokat becsapom mégni. Ups, már kellett egy újabb slot. Ide is pakolhatom még, és van már 40 gyémántunk. Az not bad, hanem kanapé. Ezt nagyon el akartam sütni. Nagyon jó volt.
Ja, és igen, még a felőkarcolót, ő kicsit kivilágítottam és megnagyobbítottam. Mert ha este volt, akkor nem nézett ki semmi, alig látszódott, úgyhogy... Szevasz, Kodi, tessék, kapsz egy kicsit. Ugye alig látszódott, és hát azért... Az nem, mégis sem felőkarcoló, ami éjszaka nem látszódik. Milyen felőkarcoló. Úgyhogy mondtam, most szerintem elindulunk a sivatagba felmérni, hogy ott mi a helyzet. Ez értelmes volt lerakni ezt a barkát. Szerintem minden megvan, úgyhogy én nem is várakozok, hanem már egyből megyek ki itt egészen ide el a folyóig. Itt a falusiaink 1, 2, 3, 4, 5, oké, és megvan még mindegyik. Azóta sem született egyébként újabb falusi, amit én hát kicsit sajnálok, mert így hát nem annyira működik ez a falusi szaporító rendszerünk, de nem baj, de én bízok benne, hogy be fog majd indulni. És hát most akkor gyorsan elevezgetünk a sivatagokhoz, azért az pont arra van valamerre. És ott megnézzük, hogy mik vannak. Ez is kicsit ilyen félig felfedezős, félig ilyen mindenes rész. Még innen is látszik a felőkarcoló. Már nem. Úgyhogy most hajózunk egy kicsit, és hát majd, ha odaérünk, akkor... De már azt hiszem, láthatáron van. Ott a sivatag nem sokat kellett jönnünk, hogy azt mondjam. Hú, arra mehetném majd egyszer felfedezni. De egyelőre koncentráljunk. Ó, szabad, Wolfin. Úgyhogy ott van, látszik is a sivatag. Remélem nem csak ez a kis domb, hanem még hátra is elnyúlik, bár a sivatagról... Hát ez nem mondható el, hogy egy kis része van. Ó, zümzüm. Úgyhogy most egy ilyen kis sivatag. Ott is mi van, mit kis méhek. Érdekes. Itt szállnak. Úgyhogy most itt a sivatagban, és hozok pár kaktuszt a biztonság kedvéért. Jaj. Bocsi, nem akarok titeket megölni. És most körülnézek ebben a sivatagban, felsétálok erre a kis dombra, és hát látszik, hogy nem egy aprócska kis sivatag. Az ott a távolban mi? Aha, az egy sivatagi falu. Na, egy olyat is találtunk. Azok, hát nem azt mondom, hogy ritkák, mert a sivatagok óriásiak, és viszonylag nagy eséllyel generálódnak benne. Faluk úgy, hogy hát nem azt mondom, hogy ezt bárki megtalálhatja, de bárki megtalálhatja. De nem, az a ló, az olyan danszol. Tényleg lovunk, a Mercedes már megint elszököd. Hello, stock. Érzitek, már tök jó ez a kis istálló. Ó, és mennyi szénabál, hát bocsássatok meg, de... Én ezt elviszem. Ó, ott van. Ott egy meccs. Ha lett, kéne szerintem egy újat. Józsinak a tiszteletére. És hát azt hiszem a könyves polcaitokat is elviszem. Kicsit kifosztjuk őket, de neki úgyse kell. Jó napot önné. Ja, ő egy ilyen kereskedő. Itt egy fekete cicka. Csicsa. Ön is bár, izé. Hopp. Hú, itt azt hiszem meghalt egy bárány. Szed. Nem szoksz meg... Jó. Azt hiszem, itt aludni is fogok egyet. A macska meg... Mit tölt meg az a macska nyulat? Úgyhogy én már még így körülnézegetem, hogy mik vannak ezekben a házakban, és lenyúlom a könyves polcaikat. Ezt jó lett volna hamarabb megtalálni, mert akkor így nem kellett volna fröslegesen könyves polcokat csinálni, akkor nem itt lett volna előkészül nekem könyv. Hát ezeket a szénabálákat elvisszük már. Ők úgyse használják semmire, csak díszelem. Nekünk viszont értékes a falusnak számára, ugye mindig kenyérrel szoktak szaporodni. Ó, szökmenő ez a kis ház. És mi van benne? Ó, hát kenyér, bot, meg vas. A többi nem kell. Igazából én bekéreckednék valakihez, hogyha esetleg... Napot? Esetleg, hogyha... Hello. Ó, köszöntöm szépen ez az ágy itt. Szabad úgy, hogy ebbe. El is halszok gyorsan, és... Jaj, menj innen te. Dusk vagy, mi az Isten? Úristen, most éhes vettem.
a harangjuk, viszont úgy látom, hogy kicsit kevés itt a falus, és hát pedig pontosabban csak kettővel találkoztam. Ami nem sok, ugye? Így egykor a falhoz képest. De lehet, hogy csak a többiek elkóboroltak. Gyorsabb még a szénabálákat lenyúlom. Hopp, ott látok. Ja, három falus itt. Ön is ilyen... Na, ő egy... Ad egy Feather Feeling 3-ot. Az egy 30 emeraldért, az olyan jó. Deal. Ugye szért, hiszen nincs állam hal, az a baj. A rotatós nem szereted véletlenül? Nem? Hát... Ha ezt... Hát nem szeretik ezt, vagy csak hallan lehet, nem tudom, viszont... Ja, jó nagy ez a sivatag. Szerencsére. Vagy nem szerencsére, de... Tehát van elég homok, az a lényeg szedni. Én még kicsit itt körülnézek. Elugrálok erre, már hogyha falu arra. Akkor én elnézek erre fele, hát ott találok egy sivatagi templomot. Azért amúgy az elég menő lenne, mit nem mondjak. Szia, te tették itt a huszigá. Na, bocsánat. Ja, hát arra elindulok, ez egy kis sivatagi kalandozás lesz. Egy templomot azt adnám, hogyha beadná. Úgyhogy nyuszik is vannak itt. Elmegyünk. Szépen. De úgy látom, hogy arra már a szavanna van. És ott van egy szavannai falu is. Wow, nem tudom, van ilyen ritkasági besorolás, hogy milyen ritka valamelyik faj. Új, az, ez nagyon menő ez a falu. Kis, az, van itt egy hegység, és ott van a kis völgyében egy falu. Ez csak menő, ezt is megnézzük és kiraboljuk. Gyorsan csónakázunk egy kicsit, mondjuk kellemes ez a szavanna. Régen mindig is gyűlöttem a szavannákat, mert a leggyakoribb bajom volt. Tehát behozták ezeket a falukat, ezekre tökre kis kellemes. Nézd, ilyen kis izé, ez gondolom, mit a malackat. Hopp, és itt is van szénabála. Hát köszöntöm szépen, el is, mert kölcsön veszem, nem ellopom, mert nem. Ez a kis fete, ó, szia bárány. Elup. Fekete bárány is van, és még több szénabúza. Szénabúza, na. Ez innentől szénabúza, sajnálom, de a magyar anyanyelven ezt át kell nevezni szénabúzára. Ó, ez a víz, ez nagyon érdekes. Ez a víz, ez tetszik. Ez ilyen jó. Tény péntek este. Jaj, nem akartam. De itt is vannak falusiak, akik nem dolgoznak. Igen, ott is ott, itt van egy kis szén, azt hát, hogyha már ilyen felszínen van, akkor kiszedjük. Nem mint, hogyha hiány lenne belőle, de azért jó. Ha van. Ó, látom, hogy itt dinnyét is termelnek. Ezeket, menő ez a kis hegyi. És itt van fönt a további része. Ó, zászlók. Hát, ez szerintem nem kell nekik, úgyhogy ezeket is kölcsön vesszük. Ja, kis asztal, meg... Hopp, itt! Azt hiszem, itt viszont kifolyt egy kis zsid. Na, elállítom nekik, hogy ne szomorkodjanak. Elfogtak. Hát akkor gránittal. Van egy ilyen kis emeletes ház is. Ó, térképész! És itt van egy üres térkép, meg csomó más üres térkép, kenyér és egy iránytű. A térképésztől lehet venni, azt tudomásom szerint, ilyen térképeket, amik ugye mutatják az óceáni templom felé, vagy az adott dolog felé. Úgyhogy lehet, hogy megkeresem itt, hogy egyáltalán van kartogra. Ó, ez is jó. Kicsit búgos ez a szavanna. Nem, ő se dolgozik. És te nem akarsz mondjuk beállni kartográfernek? Véletlenül esetleg, nem? Nem érdekel ez az állás? Hm? Na? Beállsz? Ó, beállt!
és ettől már tudunk venni, hát üres térképet, de fel tudjuk oldani nála, hogy lehessen tőle majd későbbiekben ilyen óceáni templomokhoz vezető, meg ilyen ritka dolgokhoz vezető térképeket is venni. A óceán templomunk már pont van, de például, nem tudom, azt hiszem, nem csak ahhoz lehet venni térképet, hanem több dolgoz is, de nem. Továbbá az új falusi update-ben nem vagyok jártas, még a régi időkben játszottam, mikor még mindenki be volt állítva, azt nem kellett senkire rátukmálni, hogy álljál be kovások, nem voltak munkásasztalok, ugye. Ja, így gyorsan még kiszedem a szénabúzákat. Ne, szökik a szénabúza. És arra még látok pár házat. Gyorsan fölúszunk. Ups, na. Van pár szíd, de kicsit elhagyott ott ez a falu. Tehát ott volt lent kettő falusi, meg itt fönt egy. Viszont hangulatos, hogy ezt hogy mondjam. Tehát, ó, még több könyves volt. Hát ezeket is kölcsön veszem tőlük. Ez a rész, ez ilyen kicsit kalandozós. Lehet kicsit, hopp, ott már van, ezt hiszem, egy beágy munkás ember, aki már dolgozik is. Szénabúzzákat továbbra is elhozzuk. Hopp, ott van. Hová szöksz? Ne szök ilyen. És itt folytatódik tovább a sivatag. Jaj. Megkönnyezek közben. Ó, szevasz Ferenc. Folytatódik tovább, hát lehet. Erre megyünk tovább. Nem, maga se dolgozik, akkor mégse. Viszont mennyi széna búznánk? Jó, hogy már ilyen sok, nem baj azért. Sose járt, hogyha van belőle raktáron. Falusiaink imádják a kenyeret. Jaj. Besírok. Na. Itt van még több kenyér. Belerokom a magvakat, mert azok kellenek, és is tovább semmi. És hogy jól látom, ez egy ilyen hegyvonulat, ezért az elég így epik. Elválasztja két sivatagot, de én tovább megyek a sivatagba, ez mégiscsak egy sivatagos rész. Még továbbra is a templom után kutatva, a sivatagi templom után. Ja, mert arra érzem a erőt, a templomot. De látom, hogy még jó van bőven sivatag, tehát nem fog elfogyni. Egyébként lassan kijön már az 1.16, nem csak a főszmásába. És akkor majd elkezdhetek egy új sorozatot, ami az a Nether túlélés. Amit hát egy feletét izgalmasnak tartok, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez hogy fog működni. Úgyhogy, hopp, és ott is van ez a sivatagi templom. Meg is találtuk, itt be van építve félig a homokba. Még van a sivatagba. De nem baj, jó ez. Pontosabban csak ez a két bástya lő ki meg a teteje. Az kemény. Ilyen sivatagi templom. Ritkán látok, hogy ez, hogy ilyen teljesen be van építve az egész. De semmi baj, itt azért be tudunk jutni, tehát. Nem kell taggódni. És hát de itt mindenki ezt a középen üsse ki, és itt is ugorjatok le. Egyébként, de hogy is. Jaj, hogy az a blokkra esik. Oké, és akkor hát ebbe lehet értékes dolog, de nincs. Természetesen csak homok van, egy csont, azért is kell. Ó, egy aranyalma, na ez már annál értékesebb vas. Hát, innen nem tudom, mi kell. Emerald, na az is jöhet. Többi meg, hát ritkán van benne jó dolog, leginkább csak ilyen szemét, meg hát ugye a TNT-k, azokat is el lehet hozni. Ha valamelyik falusi rosszakodnak, akkor van mivel fenyegetni. Jaj, ez annyira tele vagyok mindennel, hogy már nem tudom miből építsek fel. Jaj. Oké, és akkor ezzel a vizes taktikával kijutunk innen. Hát ez egy gyors templom volt, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy, hát így gyorsan még az éjszaka határán. Elpróbálok jutni az a sivatagot és beéleszedni. Csak előtte, hát itt ugyan a szörnyek azért vannak.
De gyorsan fogok eljutni az templomhoz, ugye, mert falóhozni. Ez már harmadik falu, amely egy idő alatt találtunk, úgyhogy tök jó. Hogy... Ó, jaj, ne hagyj a békén, csak el akarja tudni. Jaj, ne hagyj a békén, puk. Ajjaj. Jó, ezeket elintézzük távolról, és gyorsan egy ágyat hagy találjak, amiben meghúzhatom magam. Ez foglalt, jó van. Na jó, kipattintalak az ágyban, hello. Elloptuk az ágyát. Szegény falusinak, de nem baj. Neki úgyis egy pillanat. És itt már vannak... Ó, Enderman? Az viszont... Sajnálom, de az Enderman az kell. Na gyere ide. Kis... És de volt Enderpörlet, és kettőt is. Na ezzel is kettő darab Enderpörlet közelebb kerültünk a végigjátszáshoz, hogyha ezt lehet így mondani. Úgyhogy gyorsan megint kölcsönvesszük a szénabúzákat. És látom, megint van mit felfedezni, ez már viszonylag terebélyesebb falu, itt már vannak munkázó emberek, meg látom olyanok is, akik itt lustálkodnak. De a legtöbbük már munkában... Ó, az menő kemence. Viszont, hát itt még van szén a búza, tudom, hogy már sok van, de ezt azért kiszedem. Itt én barkácsolok, az ide robban egy creeper, ez mekkora troll. Közben, jaj, jó, és itt akarjam. Még jó, hogy nem a falusiakban robbant. Látom, hogy van pár, aki hát dolgozik, hát... Nem sok mindent lehet tőlük venni, viszont azt, hogy jól láttam, akkor búzáért lehet emeraldot. Az jó kis ajánlat egyébként. Azt mondja, mert ennyi búza, ennyi... búzából, vagy szénabúzából. Nagyon sok... rendes szín az tud kijönni. Annyi, hogy már nem is fér el, úgyhogy lehet, hogy vele leállok egy kicsit üzletelni. Hónapot. Ah, na látjátok, itt van az, amit mondok. Hát itt izé... Öntől... Oh, Sávsz egyes kard, ő meg nem dolgozik. Ő se dolgozik, és ő se. Van sok szín a búza egyébként. Ez nagyon jó, ugyanis hát lesz elegendő kenyér. A falusiainknak, hopp, ott van még cica. Egyébként az az érdekes, az a jó, hogy a sivatagokban lehet a leginkább eltévedni, ugyanis nincs nagy különbség a domborzatok között, tehát gyakorlatilag minden ugyanolyan. De remélhetőleg még tudom, hogy merről jöttünk. A pont, hogy a krumpliért, az se rossz, de engem inkább a búza érdekelne. Kenyér. Szóval mi helyére már egy... kiárult azt a jó kis ajánlatot, hogy... Ó, itt a kovácsuk. Ó, ilyen szemkötő nekem is kérne, nem adott kölcsön? Ja, várjunk, van. Úgyhogy, ó, obszidián. Hát, ez igazából... Na most, mi az? Na, jó, van, na, jó, elhagyom a kovács műhelyt, csak hagyom miként. Meg, oppa, ott van a farmer, aki, ó, itt azt hiszem, kicsit léket kapott. Jó napot, ő 20-ért adja, ő is 20-ért adja. Úgyhogy fogok most 25 HB-t, és amennyit csak tudok, ujjaj, ne, ezek értékesek. Nem a búza, nem is a három. Ez értékes. Igen, nem. Akkor öntől szeretnék venni egy csomó emeráldot. Ó, még három kéne? Na várjunk, itt hagytam egy kicsit. Nem, ez csak húsi volt. Nem, ezt amennyit még tudok, átgraftolok. És hát a lehetőleg legtöbb emeráldot elkereskedem tőle. Jó napot, öröm volt önnel üzletelni. Itt még a báránytól is elvisszük a szénabúzát. Tessék, adunk cserébe magvakat. És én szerintem ez egy sikeres felfedezés volt. Ugye még itt a tornyot, azt megnézem azért, ez érdekes. Érdekesnek találom. Úgyhogy felkinyer kanyargok, és van benne búza. Ez az. Ezért megérte feljönni. Hát és innen meg egy bungee jumping ugrás vízbe. És én elindulok fölfele ezután. Hát, na, hát végre megérkeztünk szeretett falunkba. Otthonunkba, ahol úgy láttam, hogy már aludnak is a falusiak. De mielőtt még hazamennék, ő elintézem az itt elintézendőt.
dolgokat, és a horgászt kicseréljük térképészre. Hogy azért mégis az izgalmasabb állás, én úgy gondolom. De ez most nem is érdekes. Gyorsan alszunk egyet. Nincs creeper a házamban? Jó. Ez ugye raktam oda ajtókat is, hogy azért, hogyha valaki odakint van, akkor ne tudjon egybe bejönni. És akkor most, hát szortírozgatunk jó sokat. És de ezeket a... Hát ezeket a... zászlókat nem tudom, hogy hova tegyem ki, valahova a két házon szélére, de annyira nem dizájnos, mondjatok ennek valami jó helyet, hogy hova rakni a zászlókat. Valami ott, ahol viszonylag jól néznek ki. Egyelőre viszont szerintem csak ide lerakom őket. Ugye ebben a részben viszonylag sok mindent sikerült szereznünk, ugye csomó lootot, ez is ilyen felfedezős kerész volt, ugye, és ne feledjétek, péntek délután live lesz, ugye Minecraft Survivor 20. rész, legyetek ott minél többen, és hát találkozunk ott, na addig is, sziasztok!